A PTMTE-nek sem volt eseménytelen a 2023-as éve. Hogyan alakult a különféle szakosztályok éve 2023-ban? Tisztelettel köszöntöm a televízió nézőit. Valóban sok minden történt 2023-ban, illetve 22-23-as szezonban, mert ugye kereszt szezonok vannak, ősz-tavaszi bajnokságok, tehát gyakorlatilag két szezont is tudunk értékelni ilyenkor. Ugye az köztudott, hogy továbbra is három szakosztállyal működik a PTMTE, sakk, teke és a labdarúgás. Teke szakosztályunk nagy örömünkre 2022-23-as szezonra visszakerült, feljutott ismét az NB1-be. Uh-huh. Igaz, hogy egy picit keserű pirula volt, hogy a keleti csoportba sorolták be az egyesületünket. Ez így utazás szempontjából nem volt túlzottan szerencsés, de végül is aztán meg tudtuk oldani, és a fiúk nagyon jó évet zártak. A bennmaradás egy darabig sem volt kérdéses. És így aztán kérésre a 23-24-es szezon, tehát ami tavaly augusztus-szeptemberben indult, ott sikerült aztán átsoroltatni, átkérni a csapatot a nyugati csoportba, ami ugye utazás szempontjából jóval kedvezőbb. Viszont itt meg az volt a kis probléma, hogy nem valami jól sikerült a rajt, tehát az első mérkőzéseken bizony nagyon sok pont elment, és így a téli szünetre, hát eléggé a hátsó régióba zártak a fiúk, de látva az elszántságukat, én úgy gondolom, hogy a tavaszi szezon, ami most már ugye elkezdődött, a tavaszi szezonban nem fog különösebb problémát okozni a jó eredmény, ami történetesen szintén a bennmaradást jelenti. Módszeres a dolog, edzőváltás is történt, megpróbálnak új lendülettel nekiállni ennek a szezonnak. Tulajdonképpen kupa szereplésük is volt, Magyar Kupában a legjobb 8 közé jutottak, a Magyar Bajnok Szeged csapat ellen estek ki. Hát én azt gondolom, hogy egy ilyen neves, ilyen erős csapat ellen nagyon szép eredmény volt, hát nem sikerült a meglepetés, nem sikerült a bravúr. Tekéhez tartozik az is, hogy szinte minden évben valamilyen szakági, szövetségi versenyt is rendeznek Pétfürdőn. Nagyon, nagyon közkedvelt a mi pályánk. Uh-huh. Ugye azt ismételten el kell mondani, hogy ez egy olyan pálya, egy olyan panelos pálya, ahol nemzetközi bajnokok ligája mérkőzéseket is lehet játszani, tehát megfelelő alkalmas rá. És ezért a szövetsége előszeretettel hoz ide minden évben valamilyen versenyt. Ez tavaly a Magyar Kupának a 4-es döntője volt történetesen. Egyéniben is területi versenyeken vettek részt a fiúk, egészen a nyugat-magyarországi döntőig jutottak, serdülőjátékosok szintén területi döntőbe jutottak, illetve NB1-es ifjúsági bajnokságban is szerepelnek a srácok. Célkitűzés, ugye említettem, mindenképpen a bennmaradás lenne, de én úgy gondolom, hogy ezzel nem lesz különösebb probléma. Fiatalokat a tekesporthoz való megkedveltetése több módon is próbálkozunk, ugye évek alatt. Több-kevesebb sikerrel az általános iskolák Pétfürdőről is, Várpalotáról is több alkalommal tartanak testnevelésórákat, például a tekepályán. És itt kell még megemlíteni azt is, hogy a Pétfürdő Sportjáit Alapítvány a Pétfürdő Sportjáit Alapítványa karöltve évente két alkalommal is amatőr tekeversenyt rendezünk, ahol rendszeresen nagyon szép számban vesznek részt utánpótláskorúak is, és hát ugye felnőttek is. Népszerű a teke tulajdonképpen a nem versenyszerűen sportolók között Pétfürdőn. Korábban ugye úgynevezett üzemi bajnokság volt még ugye a nitrogénművek
idejében, amikor a Nitrogénművek szponzorálta ezt az üzemi bajnokságot, onnan indult az egész. Aztán később átalakult ilyen városi bajnoksággá, csak sajnos a Covid ugye közbeszólt, ott félbeszakadt ez a sorozat, és legnagyobb sajnálatunkra ezt a sorozatot nem sikerült feléleszteni. Valami miatt elmaradoztak a csapatok, egy-két csapat közreműködésével meg nem igazából volt értelme elindítani. Úgyhogy itt van egy kis űr, ezen dolgozunk, hogy azért valamilyen formában mégiscsak lehessen majd vissza lehessen csábítani az amatőr sportolókat is. A sakkszakosztályunk tavaly nagyon jó évet zárt. Gyakorlatilag a megyei első osztályban 45,5 ponttal 34 győztes, 23 döntetten és mindössze 15 vesztes parti alapján gyakorlatilag első helyezést értek el, tehát megnyerték a megyei bajnokságot. Olyan címviselő és NB-s rutinnal rendelkező sakkozókkal szemben, akiknek nevük van a sportban, még hogyha ez megyei első osztály akkor is. Ugyanakkor, hogyha ugye általában a bajnok az ugye feljutási esélyt kap, illetve megkapja azt a lehetőséget, hogy felsőbb osztályban szerepeljen a következő lépcsőre, de itt a sakkszakosztály több szempontot is mérlegelve végül is úgy döntött, hogy megmaradnak a megyei, vagy most már vármegyei bajnokságban. Szakmailag nem igazából tudnának olyan játékosokat felvonultatni, akik egy MB2-ben is fel tudnák venni a versenyt a még magasabban kvalifikált, nagyobb rutinnal rendelkező versenyzőkkel szemben. Igazából itt egy nagyon nagy szakadék van a két osztály között, tehát a megyei és az MB2 között nagyon nagy szakadék van, és ezt a fiúk inkább nem vállalták. Ugyanakkor többletköltséggel is járna, hiszen itt a MB2-nél nagyon sokat kellene utazni, a Dunántúlon gyakorlatilag mindenhová, úgyhogy ezt mérlegelték, és azt mondták, hogy akkor inkább maradnak a megye egyben. A sakkozóknál is a Pétfürdő sportjáért alapítvánnyal közösen szokták megrendezni a függetlenség napján, október 1-e környékén a Péti Rapid sakkversenyt, amit a tavalyi évtől már Kurucsai István emlékversenynek is neveznek. Ugye Kurucsai Pista bácsi volt gyakorlatilag a Péti sakkiskola megteremtője, egy emblematikus sakkozó, és az ő emlékére, az ő tiszteletére nevezték el ezt a versenyt. A harmadik szakosztályunk ugye a labdarúgás, a legnagyobb létszámú, legtöbb sportolót, legtöbb játékost felvonultató szakosztályunk. Ugye, ha visszatekintünk az évtizedekre, gyakorlatilag mindig is a labdarúgás volt, úgymond a PTMT-e zászlós hajója, de ugye nem kisebbítendő a többi szakosztálynak a működését sem. Hát ez valahogy így van, ugye magyarok vagyunk, és hát 10 millió, vagy most már nem egészen 10 millió magyar szövetségi kapitány országa vagyunk, úgyhogy óhatatlanul is úgy, ahogy a világban, úgy Magyarországon is a legnépszerű sport a labdarúgás. A legfiatalabb korosztályaink, akik az U7-es, U9-es, U11-es korosztályok, ők tornarendszerben, illetve fesztiválrendszerben versenyeznek továbbra is, ezek úgynevezett bozsik tornák. Sikeres résztvevő voltunk, gyakorlatilag a gyerekek egyre több mérkőzést tudnak nyerni, több a sikerélményük, és lelkesek, nagyon ügyesek, egyre nő az önbizalmuk, magabiztosabbak, tehát nagyon, nagyon jó munkát végeznek az edzőink. Gyakorlatilag közel 140 gyerek játszik a különböző korosztályokban. Ez ugye azért is érdekes, és azért is megemlítendő, mert amikor ez az elnökség ugyan most már a második ciklusát tapossa, de amikor átvette az irányítást az Egyesületnél, ez a szám ez csak 90, alig 90 volt. Úgyhogy ezt tartjuk is, ezt a létszámot. Minden korcsoportban megfelelő létszámú csapatot tudunk kiállítani, ugye a bozsik tornáknak ez, illetve a megyei első osztályú felnőtt csapat indulásának ez alapfeltétele, hogy ezek a korosztályok meglegyenek, és minden versenyen, minden tornán részt tudjanak venni. Úgyhogy ezt sikerül abszolválni. Idén is sikerült, illetve a tavaly is sikerült abszolválni. Sajnos egy kicsit nyugtalanító, hogy a létszám emelkedés, ami ugye 6-7 év távlatában mérve ugye folyamatos emelkedés mutatott, de ez egy kicsit az utóbbi hónapokban, az utóbbi évben kissé lelassult. Most is emelkedik, de nem olyan mértékben.
Kicsit kevesebb az új igazolású játékosunk. Továbbra is azt kell mondani, hogy átalakult a társadalmi élete az embereknek. Jönnek új sportágak, azoknak is nagyobb az elszívó erejük, illetve hát a gyerekek egyre kevesebbet mozognak. Tehát nem csak a labdarúgásnál, hanem más sportágakban is sajnos ez a probléma, ez a csökkenő, illetve stagnáló tendencia, ez megvan. Na most, amiért ahogy lelassult ez a növekedési folyamat, ezért úgy döntöttünk, a szakosztály úgy döntött, hogy a következő szezontól együttműködést kötünk, illetve kötöttünk a Pere Marton Berida SC labdarúgó szakosztályával. Ennek a megállapodásnak az értelmében a Pere Martonban időközben megszűnt utánpótlás képzésből kimaradó gyerekeknek a PTMTE tud játék lehetőséget és verseny lehetőséget biztosítani. Ebben is tudjuk tartani, illetve növelni a megfelelő létszámot a korosztályos bajnokságokban. Cserében pedig a Pere Marton felnőtt labdarúgó csapata, akik most a megyei másodosztályban, vármegyei másodosztályban játszanak, PMTE Pere Marton néven, de tovább versenyezhetnek, tehát, mert ott akkor nem kell utánpótlás korosztályt felépíteniük. Ez úgy néz ki, hogy ez a dolog működik. Mondjuk nem abban a volumenben, mint amit ezt először gondoltuk, de biztató. Biztató. Uh-huh. Úgyhogy a felnőtt csapatnál kellene még talán ezt annyit elmondani, hogy ugye a felnőtt csapatunk továbbra is stabil tagja a megyei első osztálynak, megfelelő módszeres munka folyik. Csapatépítésről is beszélhetünk, bár az U19-ből kiöregedő játékosokat egyre nehezebb beépíteni. Valami miatt nem nagyon akarnak a gyerekek. Még ez a megyei első osztály sem igazából csábító nekik. A tavalyi évben kissé hullámzó teljesítmény volt, az előző évhez képest picit visszaesett a csapat, ugye akkor dobogósak voltak, harmadik helyezettek, és még a megyei kupát is sikerült elhódítani. Ez az előző szezonban a 6.-7. helyhez volt elég. A Veszprém megyei kupában a legjobb 4 közéjutásért esett ki a csapatod, de már sajnos nem sikerült bejutni. Sajnos labdarúgásnak nincs ugye túl jó megítélése köztudatban, bár a nemzeti válogatott mostanság azért elég figyelemre véltó eredményeket tud elérni. Azt szeretném hangsúlyozni, minden félreértést eloszlatva, hogy ugye ez a megyei első osztályú bajnokság is amatőr bajnokság. Így van. Tehát a játékosok is amatőrök, minden szóbeszéddel ellentétben juttatást nem kaphatnak, nem is kapnak, hiszen ez mindennel ellent mond, tehát az utazási költségtérítésen kívül, amit ugye más szakosztályok is ugyanúgy megkapnak, azon kívül semmiféle juttatást nem kapnak, a szabályok nem teszik lehetővé, meg igazából ugye a költségvetésünk sem, tehát nem vagyunk ilyenre berendezkedve, mi is amatőr egyesület vagyunk, úgyhogy ez nem működik. Ezek a játékosok, és mint minden játékos, minden sportágban, ezek a játékosok sportolók munka vagy iskola mellett sportolnak, futballoznak, sakkoznak, tekéznek, és ezek a ilyen körülmények között az elért eredmények ugye még jobban felértékelődhetnek. Talán még meg kell említeni a tömegsportot, ugye sokan használják a tömegsport révén ugye a 1-2 évvel ezelőtt elkészült futópályát, ugye gyakorlatilag nem tudok úgy lemenni a sporttelepre, hogy valaki ne használja. Tehát egy ember biztos, hogy fut, bármilyen időpontban is megyek. Ugyanúgy használják a gördeszka pályát, ugyanúgy használják a kosárlabda pályát, úgyhogy az, hogy ez a futópálya ugye megépült, vagy elkészült, ezzel ugye végül is méltó körülmények között hódolhatnak a futni, kocogni vágyó, mozogni vágyó pétfürdőiek, illetve hát ugye nem is csak pétfürdőiek, mert nagyon sokan a környező településekről is átjárnak és használják. Úgyhogy ennyit tudok elmondani a tavalyi év sportszakmai eredményeiről és munkájáról. Az, hogy ilyen szép számban tud például a futball szakosztály működni, ehhez a létszámhoz tudja az Egyesület biztosítani a megfelelő szakmai hátteret, az edzőket? Igen, tudjuk biztosítani.
bár itt sem duskálunk megfelelő kvalifikált szakemberekben, ugye nagyon fontos az, hogy főleg a gyerekeknél, a kisebb gyerekeknél, hogy az edző valamilyen formában kötődjön Pétfürdőhöz, a lehetőség szerint itt is lakjon. Sokkal könnyebb a kapcsolatteremtés mind a gyerekekkel, mind az intézményekkel, tehát az óvodával, iskolával, ahonnan ugye a gyerekek jönnének, a szülőkkel szintén, tehát valaki kívülről, úgymond más településről esik ide be, annak sem a helyismerete, sem a kötődése nem olyan. Tehát nagyon, nagyon fontos az, hogy helyi lehetőség szerint helyi, vagy az egyesülethez korábban is és most is kötődő szakemberek legyenek. Ez nem túl egyszerű, mert azért ez nem olyan sok. A másik meg, hogy a szakképzések évente kétszer indulnak, tehát tavasszal és ősszel. Van úgy, hogy nem igazából tudja az edző sem összeegyeztetni a szakképzést a munkájával, hiszen adott esetben egy amatőr edzői képesítést azt úgy tud megszerezni, hogy hetente egy nap szabadságot kellene kivenni ahhoz, hogy a tanfolyamon részt tudjon venni, és igazából csak azokat az edzőket tudjuk beiskolázni, akik tudják ezeket vállalni. Úgyhogy a 6-7 korosztályból 4-5 edzőnk az, aki kvalifikált, tehát végzettséggel rendelkezik, a többieket sem kell azért, hogy úgy mondjam, lenézni, mert mindegyik megfelelő sportmúlttal, labdarúgó múlttal rendelkezik, úgyhogy el tudja látni a feladatot, autodidakta módon is, de ezen dolgozunk, hogy lehetőség szerint őket is majd be tudjuk iskolázni, és megfelelő képesítést szerezzenek. Előbb-utóbb úgyis követelmény lesz, tehát mindenképpen kell. A képzések, illetve hát még más, sok minden más egyébként az egyesület életébe, hiába beszélünk amatőr sportról, azért pénzbe kerül. Milyen támogatásokat tud igénybe venni, milyen támogatói vannak az egyesületnek, vagy voltak a 2023-as évben? Igen, ez egy nagyon kardinális kérdés, ugye minden civil szervezet és hát a sportegyesületek is gyakorlatilag ugye pénzből működnek, hát másból nem is tudnának fennmaradni. Mindenképpen a legnagyobb támogatóként Pétfürdő Nagyközség önkormányzatát kell megemlíteni. Ők elsősorban ugye a működési költségekben támogatnak bennünket, a civil szervezeti pályázatokban kapunk segítséget, azok pozitív elbírálása alapján. Ugyanakkor azt is tudni kell, hogy tavalyi évtől az önkormányzat az ő tulajdonában lévő ingatlan részt, tehát a nagyobbik területet, ami ugye a Sugárúttól észak felé az Ifjúsági tó felé eső terület, ez az önkormányzat tulajdonában van, és a tavalyi évtől kezdve az önkormányzat ennek a területnek a rezsiköltségét átvállalta. Ugye az egyesület ingyenes használati joggal rendelkezik, de nyilván nem lehet csak úgy szabadjára engedni a költekezést, meg a felhasználását az energiának, hanem minden egyes energiánál, tehát víznél, villanynál, fűtésnél, mindenhol egy mennyiségi limitet határozott meg a képviselőtestület, és addig a határig fizeti a rezsit. Ezzel lényegesen könnyebb az egyesületnek a működése, hiszen itt igazából már csak a szakmai munkákra, a versenyeztetésre kell tulajdonképpen koncentrálni, és hát ugye ebben a versenyeztetésben benne van például az utaztatás, ami az utóbbi időben brutálisan emelkedett. Ugye nem kell ecsetelni, hogy az üzemanyag árak azok gyakorlatilag folyamatosan az egekben vannak, és ez borzasztóan megnehezíti az utazást, az utaztatást a versenyekre. Ugye beszéltünk arról, hogy a tekések is sokat utaznak, ugye a sakkozók pont ezért nem is igazából vállalták a felsőbb osztályt. Ugye a focinál meg hát pláne, hát most csak annyit mondok, hogy a Bozsik tornák, azok a körzetközpont az Balatonalmádiban van, és szezonban gyakorlatilag 10-szer
tehát tavasszal is, ősszel is tízszer-tízszer le kell utazni Balatonalmádiba a gyerekeknek. Uh-huh. Egy Balatonalmádi út oda-vissza, kis busszal, tehát mikrobusszal 50 ezer forint. Tehát nagyon, nagyon, nagyon nagy arányát, nagyon nagy részét teszi ki az utaztatás a versenyeztetési költségeknek. Ezért is fontos az, hogy, hogy az önkormányzat beszállt gyakorlatilag a rezsibe. Uh-huh. Úgyhogy ennyi, ebben is könnyebb egy kicsit a működésünk. Uh-huh. A tavalyi évben sikerült-e valamilyen beruházást eszközölni, akár a sporttelepen vagy a szakosztályokban? Gyakorlatilag 2018 óta minden évben sikeres TAO pályázatot tudhatunk magunkénak. 2018 óta minden évben mind a működés, nem működésre, hanem mind az elvi támogatásban, illetve ingatlan fejlesztésben is uh-huh. tudtunk előrelépni. Ugye a TAO támogatás az a vállalkozásoknak a társasági adójára épül. Ugye az előbbi kérdésben, mint támogató, meg lehetett volna említeni a TAO támogató vállalkozókat is. Ugye egy pillanatra visszakanyarodva csak annyi, hogy egyre kevesebb az olyan vállalkozó, aki direkt támogatja az Egyesületet, hanem inkább a TAO rendszerében működik közre, ugyanis neki ez sokkal kedvezőbb. Így van. Sokkal kedvezőbb. Ez jó is, mert viszonylag nagyobb támogatást tudnak adni, viszont korlátozott a felhasználási lehetőség. Tehát mondjuk a TAO támogatást nem tudjuk a sakra felhasználni. A tekére szintén nem tudjuk felhasználni, hiszen a TAO ugye látványcsapatsportról szól, amiben sajnos sem a teke, sem a sak nincs benne, ez most nálunk csak a labdarúgást érinti. De legalább a labdarúgás költségeit úgymond egy kicsit enyhíti, és akkor a többit tudjuk használni a másik két szakosztályra. Visszatérve a TAO-ra, tehát minden évben sikeres, tavaly is sikeres volt. Ennek keretében a műfüves pályának a világítási rendszerét sikerült felújítani. Uh-huh. Ez több mint 8 millió forintot sikerült erre lehívnunk. Ugyanakkor egy elmaradott, illetve két elmaradott dolgot sikerült még megcsinálni szintén TAO támogatásból. Szintén a műfüves pályánál az egyik oldal térköves járdája nem volt teljes egészében, szélességben megcsinálva, uh-huh. és ott gazos volt meg minden. Ezt a kb. Egy méteres szélességű részt, ugye teljes hosszába pályának, ezt tudtuk pótolni. Ez sem kevés pénz, és 2-2,5 millió forintnyi összeg volt, és sikerült a pálya oldalán, a kerítés fölé még egy labdafogó hálót mindkét oldalon felszerelni. Ezzel is meg tudjuk akadályozni azt, hogy a labdák kimenjenek utána, ugye ki kell menni érte, stb. Stb. Tehát mindenképpen kényelmesebb így a dolog. Nem igazából sikerült a élőfüves pálya mellett lelátót még egyet. Tervben volt, de ezt sajnos nem hagyta jóvá az MLS, de majd, hogyha megyünk előrébb, akkor majd viszonylag örömhírt tudok majd mondani ebben kapcsolatban is. Ami még nem beruházásnak mondanám, az élőfüves pályánk ugye pár évvel ezelőtt, egy-két évvel ezelőtt készült el, és tudni kell azt, hogy ahhoz, hogy megfelelő minőségben és megfelelő szinten tudjuk tartani ennek a pályának az állapotát, ez is azért nagyon sok pénzt ölel fel. Gondolok itt a fűnek a gondozására, ápolására, ugye elsősorban öntözni kell, aztán kezelni a füvet, nyírni, műtrágyázni, tehát növényvédelem, tehát ezek mind-mind olyan összegek, amit muszáj rákölteni, hogy továbbra is tudjuk biztosítani, hiszen annak idején ez 36 millió forintba került. Úgyhogy nem kevés pénz, és szeretnénk, hogyha ezt minél tovább fent tudnánk tartani ezt az állapotot. Ugye a műfüves pályánk az 2012-ben a Magyar Labdarúgó Szövetség országos pályaépítési programjának keretein belül készült el. Uh-huh. És a tavalyi évben, pontosabban a tavaly előtt 22 ősszel jelezte a Magyar Labdarúgó Szövetség, hogy ők 10 év elteltével felújítanák ezt a pályát. Uh-huh. Ugye egy kicsit feltételesen fogadtuk ezt, hiszen mi úgy gondoltuk, hogy ennek a pályán, ez még nem igazából érett meg a felújításra, de közölte velünk a Labdarúgó Szövetség, hogy most van rá pénz, uh-huh.
és ha nem megyünk bele, akkor eltelnek az évek, és lehet, hogy amikor már szükség lenne rá valóban, akkor meg már saját költségen kéne megcsinálni. És ez most az idén, tehát most is egy pályafelújítás azért 160-170 millió forint csak a főcsere. Gyakorlatilag itt akkor bevállaltuk, pontosabban az önkormányzat segítségével, mert képviselőtestület biztosította a felújítási költségek 10%-át, kvázi önrészt. Ez volt a feltétele, és ez az össze meg is valósult, szeptember végén, október elején kezdődött. Hát sajnos el is húzódott egy kicsit, mert karácsony előtt fejeztük be. Az időjárás akkor már nem volt túlzottan kedvező, majd még azért egy kis finomítás, finom hangolásra szükség lesz, ahogy egy kicsit melegszik az idő. Sajnos ez hőmérséklet függő, úgyhogy. De egyébként a pálya teljes mértékben használható, itt csak apróságokról van szó. Úgyhogy hát örömünkre gyakorlatilag most megint lett egy új pálya. Ugye ez a felújítás, ez gyakorlatilag a szőnyeg cseréjét, tehát a gyepszőnyeg cseréjét jelentette, két új kapu, és tulajdonképpen ennyi. Meg egy új bejárati kapu került beépítésre, ez azért is jobb, mert a pálya gondozás ugye ugyanúgy, ahogy az élőfűnél, a nyírást kivételével, igen, ezt a pályát is ugye gondozni kell, és ahhoz géppel kell, hogy be tudjunk menni, és az a régi kapu ez nem tette lehetővé. Most egy szélesebb, ahova a pályakarbantartó gépek akadálytalanul be tudnak majd jutni. Mik az egyesület tervei a 2024-es évre? Bár már benne vagyunk valamelyest az évben, de azért mégis a közel jövőben miket tervez az egyesület? Hát a versenyeztetés terén ugye már érintettük, a tekések mindenképpen szeretnének bennmaradni, de hát ezt mindenki szeretné, hogyha ők bent tudnának maradni, úgyhogy nagyon drukkolunk nekik, és minden támogatást megadunk ahhoz, hogy ez sikerüljön. Sakkozóink gyakorlatilag ugyanott vannak, ahol abba hagyták az elmúlt szezonban, ott vannak az élbolyban, szeretnének legrosszabb esetben is dobogon végezni, de én úgy gondolom, hogy nem vérmes remények azok, hogy esetleg megvédjék a bajnoki címüket. Foci csapatainknál, a gyerekeknél, ugye, akik tornarendszerben versenyeznek, ott ugye nem igazából van úgymond célkitűzés, egyedüli célkitűzés az, hogy minden egyes tornán ott tudjunk lenni. Megfelelő létszámban azok a korosztályok, ahol bajnoki rendszer van, ott nyilván minél jobb eredményt szeretnénk elérni. Ott még sajnos nem tartunk a szakmai munkában, hogy bajnoki címet tudjanak szerezni, bár soha nem lehet tudni, de nincs abszolút szégyenkezni valónk, mert a 13-asok, a 16-osok és a 19 évesek is a mezőny közepén vagy annál jobb helyezésnél vannak, vagy jobb helyezést sikerült eddig elérniük, és reméljük, hogy meg is tudják ezt tartani. A felnőtteknél a szezon elején az első öt, illetve a dobogó közelébe cél volt kitűzve, pillanatilag a 6.-7. helyen áll a csapat, egy elmaradt mérkőzéssel az őszről, ami most a hétvégén kerül majd lejátszásra. Hát nagyon bízunk benne, hogy ez a három pont, ez meg lesz. Persze nem akarunk inni előre medve bőrére, de ezzel is számolunk, és akkor ez már akkor az őszi szezonnál azt jelenti, hogy akkor stabil 6. helyezett a csapat. Annyit szeretnék még elmondani, hogy 2 pontra van lemaradva a második helyezettől, a 6. helyezett. Tehát annyira sűrű a mezőny, annyira összecsúszott a mezőny, hogy semmi sem lehetetlen, de ugyanakkor ugye a veszélyt rejteget, mert ha egy pici hiba, akkor már veszélyben van ez a célkitűzés, és hát egy pillanat alatt le lehet csúszni a hátsóbb régiókba. Úgyhogy ezek a szakmai tervek. Ami fejlesztési dolog esetleg szóba jöhet, ugye továbbra is TAO pályázat, ugye február 29-e a határidő, terveink között szerepel, illetve előminősítésben, mert most már van 2 éve egy ilyen formátum, hogy előminősítésben, tehát itt mindentől függetlenül már lehetőséget kaptunk arra, hogy a lelátót bővítsük egy ugyanakkora taggal az élfűves pályánál, mint ami eddig felépítésre került. Ez úgy kell számolni, hogy ez kb. 4-4,5 millió forintnyi dolog. Ugye ezt azt is tudni kell, hogy ezt a
pénzt, tehát ez csak lehetősége az egyesületnek, hogy ezt megvalósítsa. Ezt csak akkor tudja megvalósítani, hogyha olyan kapcsolatokkal rendelkezik, aki ezeket a TAO pénzeket az egyesületnek ajánlja föl. Tehát, tehát vele köt szerződést, és ugye a NAV-on keresztül kapja meg aztán az egyesület. Tehát rengeteget kell értem elhozni, hogy és csak kapcsolatokat építeni, hogy ezek a TAO támogatóink, ezek ugye megmaradjanak, és hát a jövőben is... Mert hiszen más sportegyesületek is... Hát nyilván mindenki kopogtat, persze, hát mindenki ebből él, úgymond, próbál minél többet abszolválni ebből. Eszközbeszerzésben, a felszereléseknél, minden korosztálynál, illetve minden szakosztálynál, ugye sakkozóknál, sakkórák, sakktáblák, szakkönyvek, stb. Ezekre kell gondolni, tekéseinknél melegítő vásárlást tervezünk az idén. Tavaly például benyújtottunk egy pályázatot a pálya felújítására, hát most már eltelt ott is jó pár év, egy kicsit fel kellene újítani, a Bethlen Gábor Alapítvány írt ki pályázatot ilyen sportlétesítményekre. Pillanatnyilag parkolópályán vagyunk, nem utasítottak el bennünket, állítólag a forrás egy kicsit megcsappant, és hogy majd meglátják, ha lehetőség nyílik rá, akkor előveszik a mi pályázatunkat. Itt nagyon bízunk benne, hogy ez sikerülni fog. És hát ami még egy kicsit hát vérmesebb, egy univerzális traktort szeretnénk beszerezni. Ugye említettük, hogy a pályákat karban kéne tartani. Nincs megfelelő olyan pályakarban tartó gépünk, amivel ezt meg tudnánk saját erőből oldani. Úgyhogy ez is TAO pályázat alapján, ilyen tárgyi eszközbeszerzésnél szeretnénk ezt a TAO pályázatban hát elnyerni, mert akkor lényegesen könnyebb lenne nekünk, mert mindig bérelni, megkérni, ez nagyon körülményes. Úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy ha ez sikerül, akkor megfelelő eszközeink lesznek arra, hogy ezek a munkálatok is, ezeket a munkálatokat is el tudjuk végezni. Úgyhogy nagyjából ennyi aztán a terv. Még tudtommal, bár szakosztályokat nem, jelenleg működő szakosztályokat nem érint, de mégiscsak van egy kosárlabda pályája az egyesületnek, ami azért már nincs teljesen jó állapotban. De mégis azért a PT-ek közül vannak, akik szeretnek odajárni és kosarazni. Ezzel van valamilyen terv? Terv az van. Ugye a tömegsport résznél említettük, hogy előszeretettel használják valóban, bár nem akkora volumenben, mint mondjuk a futópályát, de nekem is régi szívfájdalmam, hogy valamilyen formában, valamilyen megoldást találjunk ennek a felújítására, vagy olyan állapotba hozására, hogy azon nyugodtan lehessen tömegsportolni, vagy hát játszani. Sajnos az a legnagyobb probléma, hogy a Magyar Kosárlabdázók Szövetsége, ugye többször fordultunk már oda is, igen, és hát ugye lepattantunk, vagy hát elutasítottak bennünket, mert egyrészt a kosárlabda ugye teremsport. A másik meg az, hogy nincs szakosztályunk. Tehát sajnálatos módon ugye annó, amikor pontosan teremsport lett a kosárlabda, ugye a Péti szakosztály ugye beköltözött Várpalotára a sportcsarnokba, gyakorlatilag nagyjából meg is szűnt a kapcsolata az anyaegyesülettel, később átalakultak ugye várpalotai egyesületté a kosarasok, és hát ugye közben meg ugye a PMT-nek a közgyűlése meg úgy döntött, hogy akkor így nem működteti tovább a kosárlabda szakosztályt. Úgyhogy mivel nincs kosárlabda szakosztályunk, ezért a szövetségtől nem számíthatunk támogatásra, csak kizárólag akkor számíthatnánk támogatásra nyilván, hogyha lenne, ha pedig szakosztályt akar valaki létrehozni, akkor ugye el kell indítani ugyanúgy, mint a fociba, ugyanúgy a kosárlabdába is, a kisgyerekektől egészen fel kell építeni az egész bázist, és hát ugye ez borzasztó nagy meló egyrészt, a másik meg, hogy nem tudom, hogy van-e a környékben ennyi gyerek, akiből egy ilyen szakosztályt ugye össze lehetne hozni. Kaptam hideget, meleget, főleg a műfüves pálya felújítása kapcsán, mert nem tudtunk máshol depózni, csak a kosárlabdapályán, és ugye azért néhány hétig, vagy hát egy-két hónapig ugye nem tudták a kosárlabdapályát használni, tehát rengeteg támadásért, személy szerint engem is.
de biztosítottam az illetőket arra, hogy higgyék el, hogy próbálunk, de nem tudunk, és akkor... Dehogy akkor miért nincs kosárlabda szakosztály? De hát mondom, arról nem mi tehetünk, hát sajnos egy-két évtizeddel ezelőtt ez a dolog megszűnt, tehát nem tudunk, ugyanúgy, mint az atlétika, tehát ugyanúgy elvesztettük ezt a szakosztályt is. Ha pedig valaki létre akar hozni egyet, ugye akkor az előbb említett feltételeknek ugye meg kell felelni. Ugye vagy az van, hogy ha létre akarnak hozni, akkor vagy jönnek a PMTE-hez, hogy a PMTE fogadja-e ezt a kezdeményezést, vagy csinálnak egy külön kosárlabda egyesületet. De mondom még egyszer, ennek akkor lenne létjogosultsága először is, hogyha lenne Péten tornacsarnok vagy sportcsarnok. Igen, hiszen ez teremsport. Mert teremsport. Úgyhogy ez egy ilyen, mindig oda kanyarodunk vissza, és borzasztó nehéz. Tehát gyakorlatilag a szakszövetségtől nem igazából számíthatunk segítségre. Pályázatokat folyamatosan figyeljük. A legutóbbi képviselőtestületi ülésen pont a költségvetés munkaanyag tárgyalásakor gondolatébresztőként említettem a képviselőtestületnek, hogy ezzel a problémával állunk szemben, és valahogy a közeljövőben próbáljunk rá valamilyen megoldást találni. Hát ott igazából azt a ígéretet kaptuk, vagy kaptam, hogy amennyiben pályázati lehetőség nyílik, akkor mindenképpen figyelembe veszik, hogy a kosárlabdapályának ilyen problémái vannak. Sajnos itt is azért úgy kell számolni, hogy ennek a kosárlabdapályának a felújítása olyan 22-23 millió forint lenne. Akár aszfaltosat csinálnánk, akár ekkortámborításot csinálnánk, ugye a mai kornak megfelelőt, de ugyanakkor még nem tudjuk azt sem, hogy milyen az altalaj. Nagyon sok mindentől függ, hogy milyen borítás kerülne mondjuk rá, de iszonyatos nagy meló, és hát borzasztó sok pénz. Tehát ez 22-23 millió forint azért az nagyon sok, úgy, hogy igazából tömegsport. Igen. Tehát még mondom, még annyira sem használják, mint mondjuk a futópályát. De ugyanakkor meg az elmúlt évtizedek kosárlabda sikereit nézve, ugye még azt is lehetne mondani kicsit durván, hogy azért szégyen volt, hogy Pét nem tud egy normális ilyen kosárlabda pályát működtetni, vagy felújítani, de sajnos most pillanatnyilag erre nincs. Úgy látom, hogy rövid úton nincs lehetőség. Nagy szívfájdalmam, de mindegy, hát állom én a támadásokat, de csak ezeket fogom tudni elmondani mindenkinek, aki érdeklődik, vagy aki nem érdeklődik, hanem csak úgy mondja az arcomba. Sajnos ez van, tehát most pillanatilag rövid távon nem tudok megoldást. De mondom, ha bármi beesik, akkor biztos, hogy nekiállunk annak is. Lényeg, úgyhogy addig egy kis, addig még amennyire lehet türelem, hát az a pálya, meg ha más nem is, megpróbáljuk az idén beszuszakolni, hogy legalább a palánkot, meg a gyűrűt, hálót, azokat kicseréljük, esetleg a tartókonzolt, palák tartókonzolt lefessük. Talán ez, hogyha úgy adódik, akkor bele tud férni. Ezt tudom ezzel kapcsolatosan elmondani. Köszönöm szépen, hogy beavatott bennünket a PMTE életébe és jövőképébe, és sok sikert kívánok az egyesület működéséhez. Köszönöm szépen a meghívást még egyszer.